Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics. Mai adásunkban ismét egy drámai, ugyanakkor ijesztő történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Gakkou Gurashi. A Gakkou Gurashi mifel tekintve a horror, a thriller, azon belül is a dráma, illetve a humor kategóriájába tartozik. Maga a történetünk legelőször mangaként jelent meg méghozzá 2012 és 19 között, 12 kötet formájában, a szerzője pedig nem más volt, mint Norimitsu Kaiho, akinek révén végül megjelent az anime is, a mai fő témánk, amely összességében 12 rész formájában került bemutatásra, méghozzá 2015. július és szeptembere között, a készítői pedig nem mások voltak, mint a forgatókönyvíró, illetve eredeti szerző Norimitsu Kaiho, illetve a rendező Masaomi Ando. Ugyanakkor ezt követően persze megjelent egy film is, méghozzá egy 105 perces játékidejű történet, amelyre 2019. január 25-én kerítettek sort. Viszont, mint mondta, a mai fő témánk az anime lenne. No de, miről is szólna a történetünk? Történetünk egy átlagos japán városban, azon belül is egy átlagos középiskolában veszi kezdetét, ahol a jámbor, ugyanakkor igencsak szeleburdi Yuki Takaya is tanul barátaival együtt. Ám még maguk sem gondolnak a közelgő veszélyre, ami rájuk leselkedik, miszerint hamarosan egy virágméretű járvány hatására kitör a zombi apokalipszis, ahol egyetlen egy harapás is egyet jelent a halállal, majd a végső mutációval. Történetünk ezen eseményeket követi végig, amelyben négy fiatal lány és kiskutyájuk tanárnőjük biztatására is szembefordul a nehézségekkel, hajdani szeretett középiskolájukban, ahol megpróbálnak nem csak túlélni, hanem igazi emberek módjára is élni, élvezni az életet, szemben a rengeteg veszteséggel és borzalommal. Csapatokat azonban nem csak a szeleburdi Yuki, hanem sok más személyiségi színesíti, rengeteg tragikus történettel. Talán négy ők közül a legtragikusabb történettel a csapat erőembere Kurumi Ebisuzawa áll, aki hajdan maga is az atlétikai klubok körébe tartozott, míg nem a járvány kitörésével a saját szerelmét kellett megölnie, aki maga is fertőzötté vált. Ugyanakkor mégis erővel tekint a jövő felé, Yuki mosolyának hála, aki mindenkiben tartja a lelket. Yuki ugyanis szeretett tanárnők Megumi Sakura halálát követően, aki az életét adta diákjaért, amnéziában szenved, és nem bírja elfogadni a valóságot, ugyanakkor Megumi tanárnőt végig valós személynek gondolja, és gyakran beszél vele többiek előtt is, akik belemennek a színjátékba, gondolva barátjukra is. Mégis tudatalattiaként Megumi nem egyszer megmenti Yuki életét. Mellettük azonban ott van a csapat esze is, a törődő Yuri Wakasa, aki a nehézségek ellenére is végig emberséges tud maradni, és ő is tápolja leginkább a társait. Míg a csapat legfiatalabb tagja, az a Miki Naoki lenne, akit egy plázai kiruccanás során mentettek meg, barátai a kutyájukkal Taromaruval együtt. Miután legjobb barátnője Kei Shido egyébként magára hagyta őt a plázában, bezárva egy szobában. Végül azonban ő maga lesz az egyik legfontosabb szereplő, szökését is követően, aki nem csak hogy Yuki sebeit is tápolja, hanem olykor komoly egyéni döntéseket is képes hozni. A történet ugyanis tele van váratlan mozdulatokkal és rejtélyekkel, amelyek között talán az iskola felszereltsége és a város kialakítása is szerepel. Ám talán a rejtélyes labor és titkos anyagok gyakran a felszínre kerülnek, és amelyek közül nem egyszer egyébként ezek kétségbe ejtik főszereplőinket, mégiscsak a legfontosabb elemek. Talán ezen rejtélyek miatt is kedvelem ezt a történetet, amit egy kicsit más köntösben is tálaltak a számunkra a hagyományos zombi apokalipszises sztorikkal szemben, mégis remekül idomulnak benne a komikum eszközei is, valamint a drámai hatások. Ugyanakkor nem használnak benne kliséket, sem pedig olyan ismétlődéseket, amelyek majdnem minden ilyen típusú történetben megtalálhatók. Remekül beválik benne a nem egysíkú, hanem több idővonalból összetett cselekmény, ami jól simul egymáshoz, úgyhogy ha ezek alapján, és persze az egyéb képi és hangi hatások alapján kéne megítélnem az animét, akkor 10-ből 9 pontot adnék rá, viszont addig is, amíg legközelebb jelentkezem, szeretnék jó szórakozást kívánni a Gakkou Gurashihoz. Sziasztok!